A bátaszékiek számára Kóbor János mindig is az ember volt, aki közülük való. Bár nem így született, de nagyszülei révén nyarakat töltött itt, számos barátra ismerős lelát a városban. Nem véletlen, hogy a napokban elhunyt muzsikustól a félig meddig földiek fájó szívvel búcsúztak el. Ezer szálon kötődött bátaszékhez, hiszen gyerekkorát itt töltötte a nagyszüleinél. Nagyon sok gyermekkori barátja van, többek között az én édesapám is, aki sokat mesélt a gyermekkori élményekről, a futballmeccsekről. Meg ki szeretett bátaszéken lenni. Nagyferi bácsinak is elpanaszolta azt, hogy ő nem is érti, hogy a húgának bátaszék van beleírva születési helyként, és neki Budapest, és ha egyszer felnő és ezen tud változtatni, ő ezen változtatni is kíván. Szeretett gyerekkorában itt lenni, de ahogy a zenei pályája egyre terebélyesebbé vált, és nem csak Magyarországon, a világ számos pontján hírnevet szerzett magának és az Omegának. Egyre csökkentek a bátaszéki látogatások, de szívében mindig is bátaszéki maradt. Ha bátaszék hívta, akkor jött is. Két alkalommal is fellépett a legendás együttessel. Egyszer csak úgy szórakoztatta a bátaszéki közönséget, egyszer pedig segített a templomtorony felújításában. Városunk ezt a fajta kötődést el is ismerte és megköszönte, amikor egyik születésnapján átadta a próbúrbe bátaszék kitüntetést. Most el kell búcsúznunk egy nagyon jó embertől, egy zenész legendától, egy társtól és egy apától. Nehéz ilyenkor a búcsúzás. Egyik dalában valamikor nagyon-nagyon régen el is köszönt. Most végleg megtette. Isten veled neki.